Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Líceum Televízió heti eset című magazin műsorát látják. Mai vendégem dr. Forgó Péter, az Élelmiszertudományi Intézet főiskolai tanára. Köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Először is arra kérném, hogy beszéljen egy picit magáról, eddigi kutatói pályájáról, mivel foglalkozott eddig és mivel foglalkozik most. Kezét csokolom, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Líceum Televízió nézőit. Amit magamról mondani tudnék, hát a Debreceni Egyetemen végeztem, akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetem volt, a vegyész szakon kaptam diplomát 1991-ben. A diploma után Budapestre kerültem, ahol egy gyógyszergyárban, a kínai gyógyszergyárban dolgoztam pár évig, majd egy rövid egyéves ösztöndíj után Svédországból kerültem ki az Egyesült Államokba, ahol St. Louisban a Missouri Egyetemen vettem részt a PhD programban, és ott is szereztem doktori fokozatot. 1999-ben kerültem vissza, amikor is a Szegedi Egyetemen helyezkedtem el adjunktusként, és ott dolgoztam a szerves kémiai tanszéken. A munka elsősorban különböző természetes anyagok vizsgálatával foglalkozott, tehát én ilyen jellegű különböző gyógynövényekből izolált természetes vegyületeknek a szerkezet vizsgálatával foglalkoztam, és két ciklust töltöttem le a Szegedi Egyetemen, mint egyetemi adjunktus, és 2007-ben kerültem az Eszterházy Károly Főiskolára, az Élelmiszertudományi Intézetbe, amikor is elkezdtem foglalkozni egy szélesebb területtel, itt elsősorban élelmiszereknek a vizsgálatát végezzük. Mit kell tudnunk az Élelmiszertudományi Intézeten belül működő Eger Foodról? Az Eger Food egy elég széles bázison nyugvó, kutatásfejlesztéssel foglalkozó intézmény. Itt elsősorban a laboratóriumokat szeretném kiemelni. Foglalkozik élelmiszer analitikai vizsgálatokkal, foglalkozik molekuláris biológiai vizsgálatokkal. Az intézeten belül találunk mikrobiológiai laboratóriumot, és van egy fejlett bioszenzorokat kutató laboratóriumunk is. Úgy tudom, hogy itt speciális mérőműszerekkel is dolgoznak. Ezekről mit kell tudnunk? Igen. Hát az élelmiszer vizsgálatok azok nagyon precíz méréseket igényelnek. Az élelmiszerek több komponensű rendszerek, nagyon sok elválasztás technikán alapuló eljárást kell alkalmaznunk. A legtöbbjük műszeres vizsgálat, ezen elválasztás technikai műszerekkel dolgozunk nagyon sokat, ezeket kromatográfiás készülékeknek nevezzük. Sok folyadékfázisú, gázfázisú kromatográfiás készülékünk van, és ezekkel tudjuk a különböző komponenseket kimutatni, és kimutatás után mennyiségüket meghatározni az élelmiszerekben. Az Eger Foodnak magának milyen jelentősége van mind a régióban, országos, illetve nemzetközi szinten? Hát az intézet jelentős kapcsolatokkal rendelkezik, mind helyi szinten, mind nemzetközi szinten. Nagyon fontosnak tartjuk a helyi vállalkozókkal való kapcsolattartást. Ez a kapcsolattartás megnyilvánul a helyi vállalkozások számára végzett mérésekben is, elemzésekben, különböző termékeiknek a vizsgálatában. Ugyanakkor nemzetközi kapcsolataink között elsősorban európai kapcsolatokat kell érteni. Számos európai intézménnyel van közös kutatási programunk, folyamatban vannak újabb a kialakítása is, tehát én úgy gondolom, hogy az intézet egy elég jó nemzetközi bázissal is rendelkezik. Vannak-e ezzel kapcsolatban tervek a jövőre nézve, tehát hogy szélesebb körűvé tenni esetleg? Hát ez végül is nagyon fontos, ugyanis különböző Európai Uniós pályázatokban is
ilyen intézetekkel, ha indul az Eger Food, akkor sokkal nagyobb eséllyel lehet különböző ilyen nemzetközi támogatásokat is elnyerni. Tehát ez nagyon fontos része az intézet működésének. Milyen konkrét termékek köthetők az Eger Foodhoz? Mik azok, amik a legnépszerűbbek? Az Eger Food intézeteiben folyó kutatások elsősorban különböző funkcionális élelmiszerek fejlesztésére irányulnak. Itt meg kell jegyezni a különböző vitaminokkal dúsított termékeket, foglalkoztunk ilyen jellegű kekszeknek a kifejlesztésével, lizin tartalmú, vagy például prebiotikumokkal dúsított termékek, amit alkalmaztunk különböző üdítőitalokban is. Ezek eléggé népszerűek, és a piacon jelenleg is megtalálható termékek. Milyen visszajelzések érkeznek ezekkel a termékekkel kapcsolatban? Ezeket a fejlesztéseket a partnereinkkel közösen végeztük, és jelen pillanatban is továbbfejlesztés alatt állnak ezen termékek. Itt meg kell említeni a Detki Kekszel végzett kutatásokat, illetve a Budapesti Buszesszel, amely cég az üdítőital fejlesztésben vett részt. Az Élelmiszertudományi Intézeten belül ugye működik tehetségműhely, igen, ahol hallgatók kutathatnak, végezhetnek kutatást. Mik azok a témák, amikkel most konkrétan foglalkoznak a hallgatók? A hallgatók bevonása a kutatási programba az nagyon fontos az intézet számára, ugyanis konkrét problémákon, feladatokon keresztül tudják megismerni az élelmiszerekkel történő vizsgálatokat. Különböző műszeres vizsgálatokba vonjuk be őket, különböző projekteket kapnak a hallgatók, amellyel TDK versenyeken, illetve konferenciákon tudnak részt venni, a szakdolgozatukat nálunk készítik. Hát különböző programok vannak, színanyagvizsgálat, antioxidánsok vizsgálata élelmiszerekben, különböző szénhidrátok vizsgálata élelmiszerekben, tehát eléggé széles az a terület, ahol a hallgatók be tudnak kapcsolódni. Hasonlóan a mikrobiológiai vizsgálatokban, a molekuláris biológia laboratóriumnakban is foglalkoztatunk hallgatókat, illetve a bioszenzor fejlesztés során is sok feladatot kapnak a főiskola hallgatói. Ezek szerint a hallgatók ugyanúgy használhatják ezeket a mérőműszereket is, amiket már említettünk? Így bizony. Mivel ezek elég bonyolult műszerek, ezért hallgatói gyakorlatokon felügyelet nélkül nem tudjuk használni, nem tudjuk a hallgatókat engedni, hogy a készülékkel mérjenek. Felügyelet mellett oktatók, nyilván tapasztalt kutatók felügyelete mellett történnek ezek a vizsgálatok, de nyilván előbb-utóbb, amikor a hallgató már elég időt eltölt a laboratóriumban, önálló kutatásokat is tudnak végezni. Konkrétan az Eger Food munkálataiba bekapcsolódhatnak-e a kutatók? Ezt nem értem, ezt hogy tetszik gondolni? Persze, hát nyilván a kutatási... Hát a termékek előállításában, az azokkal kapcsolatos kutatásokban, ja, értem. Értem. Itt elsősorban mi a hatóanyagfejlesztéssel foglalkozunk. Uh-huh. Magának a terméknek az előállítása a partner cégnél történik. Uh-huh. Amikor a termékfejlesztés megtörtént, akkor újabb vizsgálatokkal ellenőrizzük a hatóanyagtartalmat. Maga a termék gyártása az nem nálunk történik. Uh-huh. Ezért is jó ilyen kapcsolatokat építeni, mert ezáltal végül is aktív részesei leszünk a gyártásnak, még akkor is, hogyha nálunk gyártókapacitás nem található. A hallgatói kutatásokkal kapcsolatban milyen eddigi eredményekkel számolhatunk? Hát a hallgatók a különböző TDK konferenciákon jelentős eredményeket érnek el, helyezésekkel első, második, harmadik helyet sok esetben elhoz az intézet, és ezen kutatási eredmények alapján nagyon nagy számban tudnak a hallgatók tovább tanulni. Jelentős számú hallgatónk folytat MSC tanulmányokat különböző egyetemeken. Itt meg lehet említeni a
a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemet, a Debreceni Egyetemet, és Szegeden is van hallgatónk, aki a BSc diplomáját itt szerezte, és ott folytatta tanulmányait tovább. Köszönjük szépen, gratulálunk az eddigiekhez, és a továbbiakhoz pedig sok sikert kívánunk. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak, legközelebb újra találkozunk.